Sokan a Vidor Fesztivál idejére tervezik nyíregyházi vagy sóstói nyaralásukat, ez növeli a helyi idegenforgalmat is. Egyébként folyamatosan növekszik a belföldi turizmus az északalföldi régióban, az összesen eltöltött vendégészakák 17%-át Szabolcs-Szatmár Bereg megyében töltik. A nemzetközi trendekkel összhangban a fesztivál turizmus Magyarországon is egyre népszerűbb. A mai fesztivál látogatási szokásokat az elmúlt másfél-két évtized gyakorlata alakította. A sokszínű palettán az amatőr és professzionális művészeti fesztiváloktól, a gasztronómiai rendezvényeken át a környezetvédelmi eseményekig a fesztiválok sokasága található meg. Országos szinten még 2010 egy kampányév volt, a fesztiválok évének keretében olyan üzenet struktúrája volt a turisztikai kommunikációnak, ami mozgósította az eddigi fogyasztókat. Számos egyedi, a régiókra jellemző gasztronómiai hagyományokra épülő fesztivál van megyénkben is, amely erős kapcsolatban áll a falusi turizmussal, a népművészeti szellemi örökség turizmusával. Vannak tájegységek, ahol ezeket ötvözik más kínálattal is, gondoljunk megyénkben is a Tisza közelségére, ami jó lehetőséget kínál a vízisportok szerelmeseinek, a túrázóknak. És itt van a legújabb vendégcsalogató, a középkori templomok útja, amely egy tematikus útvonal a Szatmár-Beregi térségben. Térségi és helyi szinten viszont csak akkor lehet sikeres próbálkozás az idegenforgalomra építeni, ha a több turisztikai attrakciót egymásra építve, jó szabadidős programokat kínálva, megfelelő szálláshelyek biztosításával csalogatják a vendégeket egy-egy turisztikai övezetbe. A témát folytatjuk itt a stúdióban, Hanusz Árpád a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét! Nemrég beszélgetünk mi a turizmusról, hogy hogyan alakul Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, és volt egy ilyen szám, hogy 17%-át az összesen eltöltött vendégészakáknak a belföldi turizmus statisztikája ez Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében töltik el, ez egy jó számnak hat, de hát ebben nem csak természetesen a fesztivál turizmus, a gasztronómiai turizmus van benne, hanem minden. Hogyan lehetne még nagyobb vendégszámot növelni ön szerint most azon túl, hogy az infrastruktúrát meg kell hozzá teremteni? Mit jelentene az, hogy tisztább profilú rendezvényeket, fesztiválokat és turisztikai attrakciókat kellene nyújtani ebben a térségben is? Semmi kifogásom, a kulturális turisztika nagyon örül annak, hogy ennyi zenei rendezvényünk van. Én úgy vagyok vele, hogy minden olyan, ami csalogató, vendégcsalogató, az fontos. Azért el kellene döntenünk, hogy mi az a 4-5 nagy rendezvénye a megyének, amelyet aztán úgy fejlesztünk fel, ahol a megye tud bemutatkozni, hogy itt olyat mutatunk, ami csak a megyében van, legyen az kulturális érték, legyen az népművészet, legyen az gasztronómia, amiért érdemes eljönni ebbe a megyébe, hiszen az egy nagyon fontos dolog, hogy új értéket, új turisztikai terméket állítunk elő, de hát a turistát ide kell csalogatni. A csalogatás pedig azt jelenti, hogy olyan valami, olyan attrakciót csinálok, ami az ország más részén nem figyelhető meg. Azzal, hogy meghívok nagy együtteseket, meghívok igazából előadókat Budapestről vagy az ország bármely részéről, ez bármelyik falu meg tudja csinálni, hogyha van elég pénze, de ezt meg tudják a Dunántúliak is, tehát azért nem fognak Szabolcsba jönni a turisták, de ha egy olyan koncentrált rendezvény van. Ugye a turizmusban azt szoktuk mondani, hogy mindig azonos időben, azonos helyen legyen egy kiszámítható és lehetőleg egy évvel előtte már meghirdetett rendezvény, amire a turista rá tud mozdulni. Ezek nem ilyen last minute dolgok, hogy most ki gondolom, hogy holnap elmegyek egy rendezvényre, és nagyon sok rendezvényünk csak olyan, hogy az utolsó percben értesül róla az ember, ráadásul a falvak eléggé hát változtatnak időpontot is, tehát a nyár, úgy gondolják, a nyár a legjobb, és akkor a nyáron akkor biztos jó idő van, és ekkor csináljuk a fesztivált. Ez főleg a gasztrofesztiválokra igaz, holott sokkal jobb lenne, hogyha mondjuk egy diófesztivál tényleg a dióérés időszakában lenne, tehát egy kicsit széthúzni ezt a töménytelen fesztivált, ami van a megyében, mert van olyan hétvége, amikor 8-10, esetleg 12 fesztivál is van. Azt mindjárt meg fogom kérdezni, hogy ön szerint melyik az a 3-4, vagy nem tudom hány darab tájegységenként neves és jó fesztivál, amit ön is aláír és javasol és támogat, de a falunap az nem turisztikai rendezvény, legutóbb ezt nyilatkozta, tehát, hogy nagyon sok olyan mégiscsak azt kell, hogy mondjam, rendezvény van, itt akár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is, meg máshol is, ami lehet, hogy nem turisztikai célú rendezvény.
Ez így van, hát ez semmi gond. Hát a falusi lakosságnak mindig a világ még világ volt és lesz, addig szórakozni muszáj. Ez a szórakozás, ez régen összekapcsolódott az egyházi ünnepekkel, társadalmi eseményekkel. Ma azt mondom, hogy a fesztiválok nyújtják ezt a szórakozást, amikor hát régen elmentek vásárra, és akkor vásárokon voltak úgynevezett fellépők, illetve művészek, az akkori szóhasználattal művészek, akik némi kultúrát is terjesztettek. Ma ugyanez a fesztiválok korszakát éljük, és ugyanez működik úgy, hogy egy gasztrofesztivált rendeznek, de ugyanakkor számtalan fellépő is van. Csak ugye számtalan helyen elmondtam, és most is mondom, hogy amikor falunap van, akkor a falu apraja nagyja érezze jól magát. Amikor turisztikai rendezvény van, akkor a falu apraja nagyja dolgozon azért, hogy a turista érezze jól magát, hogy megmutassa azt a helyi értéket, ami miatt a turista odajött, legyen ez a középkori templomok útja, legyen az bármilyen konkrét olyan termék, olyan turisztikai termék, amelyeket most hoztunk létre, de legyen az egy diófesztivál, amely a milotai diót mutatja be, mert a milotai dió az a milotai dió, vagy a tökfesztivál az a nagydobosi sütőtökről szólna. Tehát ezeket kellene előtérbe helyezni, és nem azt, hogy ki tud, melyik falu tud több és nagyobb hírű, országos hírű művészt meghívni. Ön szerint melyek azok tehát azok a kiemelt rendezvények, fesztiválok itt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, amelyek egy értéket képviselnek? Én úgy gondolom, hogy a szatmári területen a Szatmári Fesztivál, amely egy hetes rendezvénysorozat volt, és amelyet azért nem én találtam ki, hanem a falvak találták ki, hogy melyek azok a neves termékek, amelyek a szatmári területre igazak, vagy arra jellemzőek. A Beregnél ugyanúgy a tarpai kurucoknak a fesztiváljától a kenderes napokig, de megint csak össze kellene rakni egy újabb hetet Beregbe, ami már volt korábban, beleértve Csarodát, Tákost, azokat a helyeket, vagy éppen Lónyát, ahol olyan kulturális értékkel is bírunk, amelyet mindenképp a turistának meg kell mutatni, de amelynek a fesztivál jellege is megvan. Gondolok itt a Beregi Keresztszemesre, mint kulturális értékre, vagy népművészeti értékre. A rétközi területen a tiszamenti területek, tehát Dombráttól Tiszabercelen, Szabolcs községen keresztül megint össze kellene egy újabb hetet rakni, és egy Nyírbátor nyíregyházi újabb héttel, pedig én úgy gondolom, hogy mármint ezen a nyomvonalon haladva, ugye beleértve Nagykállót, Máriapócsot, Nyírbátort, ugyancsak össze lehet rakni egy olyan fesztivált, amely tulajdonképpen, ha összeszámoljuk, akkor 5 héten keresztül, vagy 4 héten keresztül biztosítana az itt lévő turistáknak megfelelő programot. De akkor ez tényleg turisztikai rendezvény legyen, ahol minden együtt van. Ahogy Nyíregyháza a Vidor Fesztiválnál nem csak a színházról szól, hanem egyéb kulturális események is ide bekapcsolódnak, ugyanúgy ezen a területen is, mondjuk egy szatmári fesztiválnál ugyanúgy be kell kapcsolni a kölcsei emlékeket, mint Móricz emléket, mint kulturális értéket, de hát ugyanakkor a Szilvalekvár vagy a Menyigei Nagyvásár mind-mind olyan érték, amit kár lenne abba hagyni, és kár lenne azt mondani, hogy erre nincs elég igény, vagy nincs látogató, de tényleg jönnek a vendégek. Tehát azt mondja, hogy szakmailag összehangoltabban kell, vagy kellene ezeket megszervezni, megrendezni. Ettől eltekintve, a szakmai vonaltól eltekintve azért nagyon sok minden van még, ami hiányzik a megye turizmus fejlesztésében. Ugye nagyon sokszor mondjuk a szállásfejlesztést, de ez már lerágott csont is lehet. Ezen túl mi az, amiben még fejlődni kell ön szerint? A szállást már semmiképp ne fejleszünk vidéken, vagy ha igen, akkor nagyon meggondoltan, mert ugye én azt mondom, hogy ezeket a szállásokat, amit az utóbbi 4 évben fejlesztettünk, ez nagyon jó dolog. Ez durván 800 férőhely a megyébe, és ez mind 4 csillagosnak megfelelő falusi szállása, és ez, azt mondom, hogy ezt meg kellene tölteni most már vendéggel, hogy elégedettek legyenek a szállásadók, illetve az ő érdekük is az, hogy az adott térségben, tehát ahol az ő szállások van, legyenek olyan turisztikai csalogató rendezvények. Tehát megint az összefogás a lényeg, hogy ők is beszálljanak abba a szervező munkába, ami egy-egy fesztiválnak, vagy egy-egy fesztivál hétnek a programját úgy hozza össze, hogy sokszínű és érdemes legyen a turisztikának egy olyan új termékét piacra dobni, aminek aztán megfelelő marketingje is kell, hogy legyen. Én úgy érzem, hogy még mindig marketingben nagyon el vagyunk maradva, tehát
mondhatni azt, hogy most tartunk ott, mint mondjuk egy nyugat-európai kistérség, vagy egy megyei terület, mondjuk 20 évvel ezelőtt. Legközelebb folytatjuk, tanár úr. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen.